Jó, össze-vissza fogunk mozogni a területen, jó? Tehát ha nagyon messzire nem menjetek azért, de nem lesz sor. Jó? Elindulunk, lépés, indulj lábhoz. Kicsit összegyúrjuk a csapatot, össze-vissza mész a területen. Lábhoz a vezényszó. Hagy ismerkedjenek a kutyák meg egymással. Lábhoz. Nem úgy, mintha nem látták volna még egymást, de lábhoz. Össze-vissza keresztbe kasul mehetsz. Lábhoz. Ül. Leülteted, ül. Nagyon jó, leültetted. Lefekteted. Fekszik. Fekszik a malkó. És megkerülsz fektetésben. Fekszik. Ha kell, akkor rárakod a bal kezedet a marjára, és úgy kerülöd meg. Ha meg tudod kerülni póráz nélkül, akkor értelemszerűen. Az a lényeg, hogy végrehajtsa a feladatot, és ne hibázzon a kutya. Ülteted, ül. Melletted van a kutya, jó? Azaz, mehetünk lábhoz. Bal oldalt van a kutya, lábhoz a vezényszó, jelzel neki, ott a póráz a kezedbe, hogyha megfelelően tart a távolságot, és szabályosan jön pórázó melletted, akkor jöhet a jutalomfalat, vagy a dicséret. Nem felejtjük el a dicséretet se, mint motivációt lábhoz. Lábhoz. Csinálsz egy hátraarcot. Lábhoz. Megy a hátraarc. Jó. Megállsz, leülteted, ül. Nagyon jó. Ülnek a kutyák, ültetésbe fogod megkerülni a kutyát. Csinálhatod azt is, hogy valakinek valakire a kutyáját kerülöd meg. Csak az a lényeg, hogy ne menjen el a kutya. Jó, mehetünk. Ott ül. Ott ül. Megkerülöd, visszaállsz mellé, összeszeded a pórázt, jól van okosan nyugtázod a feladat végrehajtását, és elindultunk lábhoz, bal lábbal lépsz ki értelemszerűen, ezt már nem kell szerintem mondanom, lábhoz. Pórázzal korrigálod a mozgását, lábhoz. És hogyha kell, illetve hogyha jól csinálja a feladatot, akkor mehet neki a jutalomfalat. Nagyon jó. Leülteted, ül. Lefekteted, fekszik. Fekszik le, Majkó. Fekszik. És megint megkerüld a kutyádat. Ha nem marad helyben, akkor csak